Hát, vegyes, vegyes a visszajelzés. Keresse a hallamat. Halk. Halk. Jó, én úgyis rövid leszek, úgyhogy néhány mondatot engedjenek meg nekem felvezetésképpen, ha halkan is, és aztán elkezdenénk a mai délutáni programban és az előadás elkezdődne. Annyit szeretnék én előzetesen elmondani, hogy ahogy ugye a jelentkezési lapon is kint van, különleges annyiból ez a mai alkalom, hogy egy tavaly díjazott projektünk bemutatója lesz, vagy kerül ma a terítékre, és ennek mentén egyébként sok más, mint ahogy ez a leírásból is kiderült, és a címből is kiderülhetett, sok más téma is megbeszélésre kerül. Az előadás még máskor is nagyjából 45-50 perc lesz. Az előadók, én úgy tudom, hogy most is készülnek azzal, hogy egy 5-10 percben a felmerülő kérdésekre még az előadás végén válaszoljanak. Én a programot, vagy az előadás zárásaként meg fogok osztani, ezt még itt kérném, hogy ezt várja meg, meg fogok osztani egy linket, egy Google Drive linket, ahol jelezhetik felénk azt, hogy itt voltak, itt jártak, részt vettek ezen a mai webináriumon. Ennek nyomán az IAS munkatársai, mint a digitális térkép koordinátorai ki fogok állítani egy személyhez való igazolást erről a részvételről és az e-mail címre. Aki korábban vett már részt DTR webináriumon, akkor ő tudja, hogy ez a menetrend. Ezt akartam még elmondani, és a másik pedig az, hogyha valaki lemarad, vagy valamit halkal, vagy valami technikai probléma adódik közben, előadás közben, ami miatt nem tud az előadás későbbi részében részt venni, azt is előre mondanám, hogy egy héten belül ez az előadás is, mint minden más webináriumi előadásunk, föl fog kerülni a digitális témahint tudásbázisába, és elérhető lesz a digitális témahint YouTube csatornáján. Itt lesz majd érdemes keresni. Egyébként itt a korábbi előadásaik is megtalálhatók, ezek között érdemes azért körülnézni. Voltak már nagyon izgalmas témák, voltak nagyon izgalmas előadások. A mai délutánhoz, mai tartalmas délutánhoz én a szórakozást kívánok, és igen, és akkor átadnám a szót az előadóknak. Köszönöm szépen, Regina! Kedves kollégák, akkor mielőtt Kati és Mónika következne, azért a legfontosabbat elmondanám én is még egyszer, hogy ez biztosan meglegyen mindenkinek, az az, hogy Géza időközben azért majd próbál belépni, és a végén meg fogja osztani azt a linket, amire beírva a neveket lehet igényelni erről az alkalomról is egy igazolást. És ami még nagyon fontos, hogy az előadást rögzítjük, és természetesen ez is meg fog jelenni majd a DTH-nak a YouTube csatornáján, ahol a többi webinárium is elérhető, és akkor most nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel átadnám a szót Skultéti Katalinnak és Kis Mónikának, akik az eTwinning projekt nagykövetei is egyben, és nagyon büszkék vagyunk az ő munkájukra, és most nagyon érdekes dolgokat fognak nektek bemutatni. Szeretettel köszöntünk mindenkit, remélem, hogy hallani lehet engem is. Én Kis Mónika vagyok, és itt a Délalföldön vagyok az eTwinning programnak az egyik nagykövete, ahogy itt Nagy Regina is bemutatott bennünket, akinek szintén köszönjük a támogatást. És az első, nagyon örülök, hogy jól hallható, ez már egy jó dolog. És mielőtt bemutatnám azt a kis projektet, amivel tavaly a digitális témahéten mi készültünk gyerekekkel, másodikosokkal, azelőtt még átadnám egy pillanatra a szót a kolléganőmnek, Skultéti Katalinnak is, hogy akkor mind a ketten bemutatkozunk így egy-egy szóban. Szervusztok, én is szeretettel köszöntelek benneteket. Ahogy hallottátok, Skultéti Zoltánné Kati vagyok, és én az Észak-Magyarországi régiónak vagyok az eTwinning nagykövete, középiskolában tanítok matematikát, angolt és informatikát. És akkor Mónika. Jó, akkor először megpróbálom megosztani, hogy mindenki jól láthassa majd a prezentációmat a Majmozó projektről. Remélem ez most látható, és akkor el is kezdenék
róla mesélni nektek. Tehát a majmozó projektet a digitális témahéten valósítottuk meg a tavalyi tanévben, és ahogy látszik is már, gondolom itt a prezentáció nyitóképén egy valóban játékos projektről volt szó, amit a gyerekek is, hiszen elsősorban értük csináltunk, nagyon élveztek, és én is, mint pedagógus. Szegeden a Szegedi Orszi István Általános Iskolában tanítok, és itt voltak a mi majmócáink a tavalyi tanévben, a projekt főszereplői. Ők azok az akkori második A osztályos kisdiákok. A képen még látható a kolléganőm is, Nagy Zita, aki mint napközi társam vett részt még a projektben, segítséget nyújtott igen sokszor, illetve természetesen itt most látszódnak a majmócák is. Hogy miért pont ezt a projektet választottam, arról is szeretnék néhány szót mondani. Egyrészt mi készültünk a gyerekekkel, pont a digitális témahéttel, majdhogy nem egy időpontra esett az iskolánknak az alapítványi műsora, amikor a gyerekek szerepelni szoktak közönség előtt, és éppen a Dzsungel könyvéből szerettünk volna egy részletet előadni. Emellett pedig éppen környezetből is, tehát a témahetes projektek mindig alkalmazkodnak az adott tanmenethez, a tananyag fázisához, ott pedig éppen a vadállatokról, a vadonról volt szó, tehát a kettő téma rendkívül jól kiegészítette egymást. Hogy hogyan is láttunk hozzá ehhez a munkához? Legelőször egy előkészítési fázis nyitotta meg ezt az egész munkát, itt pedig egy gondolattérképet nyitottunk meg. A gondolattérképet a gyerekek készítették, illetve hát együtt dolgoztunk rajta, hogy az egy közös gondolattérkép lett a Poplet program segítségével, ami nekem azért is nagyon sokat segített, mert így vizuálisan is jól meg lehetett jeleníteni azokat a célokat és azokat a lépéseket, ahogy majd mi haladni szeretnénk ebben a munkában. Így látható, hogy táncos, játékos jelenet is sok elő fog fordulni ebben a projektben. Könyvtári foglalkozást is terveztünk a dzsungelkönyve kapcsán, illetve a majmok életmódja kapcsán. Szerencsénk van, mert itt Szegeden szép vadaspark található. Itt az Afrika téma megfigyelése szintén szempont volt, és ami majd erről külön beszélni fogok itt a kézműveskedés mellett. Egy nagyon nagy szerencse volt, hogy Józan László színésszel föl tudtok venni a kapcsolatot, aki Maugli szerepét játszotta, illetve játsza még ma is a Pesti Színházban, a Víg Színház keretein belül. Ő is segített a projektünk létrehozásában és elkészítésében. Természetesen mindez nem jöhetett volna létre, hiszen iskolában dolgozunk, hogyha az iskola vezetősége nem támogatja ezt a projektet, szerencsére nekünk ez is rendelkezésünkre állt. Néhány szempont, amit igyekeztünk megvalósítani, az egyik a tantárgyköziség volt. Hogyha már az előző gondolattérképre tekintünk vissza, akkor már ott is érthető, hogy sok-sok témát, tantárgyat, műveltségi területet be lehetett fogadni ebbe a projektbe. Szakértők bevonására szükségünk volt, egyrészt a már említett színész személyében, de hívtunk olyan szakembert, aki például az internetezés rejtelmei beavatott be bennünket, de zoopedagógusra is szükségünk volt. Nagyon sok élményt éltünk át a gyerekekkel, és nem csak, hogy ez az egyik előnye volt, hogy nem csak, hogy könyvekből tudtunk tanulni, hanem a gyerekekkel együtt megtapasztaltuk azt, ami a valóságban történik, és az átélt élményekre, a tanultakra alapoztuk azt a táncot, amit majd a szülőknek is előadtak a gyerkőcök, illetve együtt is. Tudásmegosztás is szerepelt a céljaink között, hiszen nem csak mi tanultunk róla, hanem egy weblapot is létrehoztunk a WebNode program segítségével, illetve bekapcsolódtak, erről is fogok még beszélni a projektünkbe, Matai Zsuzsa tanító domaszékről, aki most szintén itt van körünkben, illetve az ő akkori tavalyi negyedik osztályosai. Amit megtanultunk, azt igyekeztünk átadni és közös élményeket is szerezni. És akkor a megvalósítási szakasz, ez a második nagy rész a projektben.
Ahogy látható, ellátogattunk a helyi könyvtárban, ahol a könyvtáros beszélt nekünk a majmok testfelépítéséről, életmódjáról. Az egyik gyerkőcöm Zsolti próbálta utánozni a majmok mozgását, és mindaz, amit élőhelyükről bőven megfigyeltek a gyerekek könyvéből, amit megtanultunk, az utána délután a gyakorlatban megtapasztalhattuk, hiszen a vadasparkban zoopedagógus segítségével megfigyelhettük a majmok életmódját, mozgását, ami nekünk segítséget nyújtott a későbbi dzsungelkönyve koreográfia előadásában is. Itt, ami látható, az pedig egy nagyon, szerintem nagyon aranyos, kedves része a projektünknek, hiszen a majmócák a projekt főszereplői kis riporterekké is átalakultak, akkor itt jön be, hogy nem csak a környezeti nevelés vagy a tánc és dráma, hanem a digitális kompetenciák fejlesztésén túlmenően az anyanyelvi kommunikációnak is nagy szerepe volt, hiszen a majmócák, a másodikos gyerekek mindig az adott nap szakértőjét meg is kérdezték arról a témáról, amiről szó volt, így a YouTube-on is közreadtuk, illetve a honlapunkon is megtekinthető mindez a majmozóna híradó, amit elkészítettünk. Szeretnék egyet meg is mutatni itt mindenkinek. Ez pedig a legelső volt, majd látható, hogy minden kis majmozó report az egy adott bejelentkezéssel, mint egy előszóval kezdődött, és itt összegyűjtöttük a kérdéseket, amit Józan Lászlónak szántunk. Ezt szeretném nektek megmutatni. Ez itt a majomzóna. Amiből? Minden. A mai napon Józan László Mauglitól kérdezünk. Miért szeretett volna színész lenni? A gyerekkorában szerette a dzsungel könyvét? Milyen állat nyelvén szeretne érteni? Összeszámolta, hogy Maugli hány pofon kapott Balutól? Hogyan mozoghatnánk a szerepléskor úgy, mint az igazi majmok? Köszönjük! Hát egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű kis videófelvételt készítettünk, eljuttattuk a színésznek, és ő pedig válaszolt is nekünk. Annyira gyerekközpontú volt, hogy nem csak hogy válaszolt, hanem még további feladatra sarkalta a gyerkőcöket. Ebből szeretnék most egy kis részt megmutatni ebből a videóból. Sziasztok, majmócák! Nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon örülök, hogy ennyire szeretitek a dzsungelkönyvét, és hogy megkerestetek engem ezzel a nagyon-nagyon jó feladattal. Nagyon-nagyon jól sikerült a videótok, köszönöm! Bevallom nektek őszintén, hogy én készítettem egy ilyen puskát, írtam a kérdéseiteket, amire most megpróbálok egyszerű és jó válaszokat adni. Ugye az első kérdésetek az volt, hogy miért szerettem volna színész lenni. Valahogy ez a gyerekkoromban olyan 12-13-14 éves korom körül már kialakult bennem, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Előtte mindenféle más szerettem volna lenni, orvos, jogász, tanár, és akkor rájöttem, hogy igazából ha színész leszek, akkor ezek közül a foglalkozások közül bármelyiket eljátszhatom, tehát tulajdonképpen bármi lehetek. Egy picit beletekerek a videóban. És 5 pofont kapok előadásonként, akkor hány pofont kaphattam az elmúlt 9 évben? Várom a válaszokat. Tehát itt hallható volt az a feladat, amit kaptak a gyerekek, tehát ki kellett számolnia a csoportnak, hogy eddig ennyi év alatt hány pofont kapott Maugli már Balutól, és ami a konkrét szereplése vonatkozik. És igazából érezzétek úgy, hogy ez egy hatalmas nagy szórakozás. Hisz maga a színház az tulajdonképpen egy hatalmas nagy szórakozás számomra is. A szórakozást ezt a jó értelemben gondolom, egy kikapcsolódás. Hajrá, szorítok nektek, és nagyon puszillak titeket. Sziasztok! Azt hiszem, hogy ez egy igen kedves üzenet volt.
És amiket tapasztaltunk, azt igyekeztünk beépíteni a tanulási folyamatban. Azaz, ahogy a színész is tanácsolta a gyerekeknek, próbáltak lazák lenni, amennyire csak lehet. Próbáltuk utánozni a majmos koreográfiában a majmok mozgását. És amit végeztünk, az pedig ugye a projekt diszeminációjaként egyrészt megjelenítettük a honlapunkon, másrészt pedig mindig megmutattuk a domaszéki barátainknak is, ahogy már mondtam is, Matai Zsuzsának és az ő negyedik osztályosainak. Ők is, amit csak tudtak, elvégeztek ezek közül a projekt tevékenységek közül. Ez a kis összekapcsolódás az eTwinning program keretében is megvalósítható, ezt én ajánlom mindenkinek. Arra nézve pedig a Redmentát használtuk, hogy felmérjük, hogy ők a domaszéki gyerekek is mennyire ismerték meg a mi projektünket. Egyszerű kérdéseket tettünk föl, olyat is, ami kis videót ágyasztunk be a folyamatba, és ők válaszoltak, nagyon-nagyon ügyesek voltak. A harmadik része a projekt befejezése volt, itt pedig iskolából a másik párhuzamos osztályba járó gyerekeket, illetve velük foglalkozó pedagógusokat is, Szaboné Dankó Csillát, illetve Szabó Kis Paulát is bevontuk, és más kollégáim segítségét, hiszen egy majmozó akadályversenyt szerveztünk, itt pedig a TeamUp segítségével először is vegyes csapatokat állítottunk fel, ahol az is fontos volt, hogy a két osztály közül a csapatok valóban együttműködjenek, és amíg nem tudnak közös órákon sűrűn részt venni, itt most közösen játszanak, közösen érjenek el jó eredményt, vagy szórakozzanak. Ha itt a jobb alsó képet mutatom, itt az volt a feladat, hogy az én osztályomból a gyerkőcök bemutatták a társaiknak azt, hogy miket is végeztünk a digitális témahéten. Rejtvény volt, ügyességi feladatok, játék, aszfaltverseny, a végén jutalmazás is történt. Nem volt első-második helyzet, hanem mindenki egyformán jutalmat kapott. A produkció napja is elérkezett. Itt láthatók a majmóták szereplés közben. Először is volt egy ilyen fűszoknyás szereplés, egy igazi dzsungeltánc, utána pedig átöltöztek a gyerekek, és jött a majmostánc, ahol valóban nagy sikert arattak ezek a másodikosok, de ami a lényeg, az az volt, hogy szerintem a hét alatt nagyon sokat tanultak, szórakoztak, játszottak, és olyan élményekben volt részük, ami nem mondható mindennapinak. A Web2-es alkalmazások, amiket használtunk, a Poplet, ugye a gondolattérképhez, a WebNode programmal készítettük a projektünknek a kis blogját vagy weboldalát, Movie Maker-rel a videók összerakása történt, amit YouTube csatornán is megosztottunk, és a TeamUp, ami csoportalakító program volt, és itt sorolhatnám még fel a Redmentát is a már említett feladatokhoz. Adaptálási lehetőségek, tehát a más intézményben is felhasználható a projekt, vagy csak néhány alapötlet. Egyrészt az, hogy a megfigyelés és a saját élmények beépítése, azt gondolom az elmélet és gyakorlat összekapcsolódása, ez így egy fontos téma, alsó tagozatban mindenképpen. Külső szakértők bevonása megtörtént az oktatási folyamatban. Ez azért nagyon jó, mert akár olyanokra, olyan kérdésekre is választ kaphatunk, amire mi feltétlenül nem biztos, hogy válaszolni tudnánk, mint pedagógusok a gyerekeknek, illetve valóban a téma szakértője fog majd válaszolni azokra a kérdésekre. Iskolai szereplés, mint projektötlet, vagy mint projekt megvalósításának alapötlete, ez is szerintem megfontolásra érdemes. Tudásmegosztás, tapasztalatok átadása, vagy a másik csoportnak a bevonása, hiszen együtt minden sokkal izgalmasabb, mint elszigeteltem. Köszönöm a figyelmet! Megpróbálok akkor kilépni itt a kis prezentációból. Igen. Majd örülök, hogyha tetszett.
Köszönöm szépen. Igen, igen, átadom a szót Skultéti Katalinnak. És ha beírtam a négy választ, lehet.
lehetőséget, akkor beállítom jó válasznak a helyes választ. Ha készen vagyok ezzel, akkor ide, lentre megcímkézhetem a feladatomat. Ugye a majmozóval már készítettem ki, is próbáltam, meg Mónika is dolgozott vele, úgyhogy felajánlotta ezt a címkét. Ha szeretnénk még egy kicsit dolgozni a feladaton, akkor tehetjük privátá is, tehát nem férhet hozzá más, hogyha rákeres valamilyen címke vagy téma szerint a feladatokra. Hát az enyém most publikus lesz. Utána látjátok azt, hogy hogy néz ki az, hogy hogy fog megjelenni a gyerekeknél, illetve hogy a helyes válaszra egy pontot adok, így jelenik meg a gyerekeknél. Ezután, ha ezzel készen vagyok, itt az elkészült feladat az megjelenik a baloldali sávban, és más feladatlapoknál is felhasználható ugyanez a feladatom. Utána új feladatot hozok létre. Mondjuk azt mutatom meg, ahol számolni kell a gyerekeknek. Hát ha egyetlen sejemmajom tömege körülbelül 15 dekagram, hány dekagram lehet összesen a 30 darab sejemmajom tömege? Ide lehet feltölteni még képet is az állatkert, vagy a vadasparkról, vagy a sejemmajmokról, és a válasz lehetőségeket átállítom rövid válaszos lehetőségre, és megadom, hogy van rögzített megoldás, tehát ha kiszámoljuk 15x30 az 450, és azt is beleírhatom, vagy bejelölhetem, hogy ez matekos feladat, hogy ne kelljen beleírni betűket, hát hogy válasznak csak számjegyek írhatók be, és ha úgy gondoljátok, hogy a gyerekek, tehát hogy nem jelölitek be azt, hogy csak számjegyeket írhatnak be, és még eszetekbe jut, hogy hányféleképpen megadhatják ezt a választ a gyerekek, hogy 450 dekagram, egybeírva, külön írva, akkor ide a válasz lehetőség hozzáadása menüpont segítségével további variációkat is meg lehet adni. Ez a 100%, ez azt jelenti, hogy ha több lehetőséget adtok meg, több válasz lehetőséget, akkor melyik válasz lehetőségre a teljes pontszámnak hány százalékát adja meg. A teljes pontszám erre a feladatra értendő, tehát nem az egész feladatlapnak a teljes pontszámára, hanem erre az egy feladatlapra. Utána megint adok be címkét hozzá. Addig nem is engedi menteni a feladatot, amíg nem jelölünk meg valamilyen címkét. Ugye publikusra állítottam, egy pontot adok arra, hogyha helyesen számoltak a gyerekek, elmentem, és látom, hogy, hogy ők így fogják meglátni majd a feladatot a tesztelindítása után. És még egy feladatot teszek be, azt, amelyikben több válasz lehetőség is megadható, melyek emberszabásúak ezek közül a majmok közül, tehát új feladatot hozok létre, beírom a szöveget, melyek emberszabásúak ezek közül a majmócák közül, megadom a lehetőségeket, pontosabban előtte is le lehet nyitni a több jó választ, és utána is le lehet nyitni a több jó választ, miután beírtuk a választ lehetőségeket. Így is mindegyiket beállítom jó választnak, mert mindegyik emberszabású. Jó, megint beírok egy címkét, hogy el tudjam menteni a feladatot. Mondja, három pontot ad, hogyha mind a három helyes, elmentem a pontokat. Azt mondja, így. A kitöltési beállításoknál, ezt a három feladatot készítettem ide, a kitöltési beállításoknál beállíthatjátok, hogy mikor lehet leghamarabb kitölteni a feladatlapot, vagy mikor lehet a kitöltésnek mi a végső időpontja. Meg lehet adni azt a gyerekeknek, hogy hány perc áll a feladatlap kitöltéséhez rendelkezésre. Tehát, hogyha mondjuk egy dolgozatíráskor aggodalmaskodik valaki, hogy az interneten megkeresik a gyerekek a választ, egy rövidebb idő alatt eszükbe sem jut keresgetni, hanem gondolkodnak, és ők oldják meg a feladatokat. Azt is be lehet állítani, hogy hányszor próbálkozhatnak, illetve hogy mikor jelenjenek meg a feladat
a feladatlappal elért eredmények rögtön, vagy az összpontszámot jelenítsék meg rögtön, illetve csak jóváhagyás után lássák meg a teljes eredményt, és még azt is be lehet rajta állítani, hogy a feladatok véletlenszerűen jelenjenek meg egymás után mindenkinél. Ezzel például egy dolgozatírás esetén meg lehet akadályozni azt, hogy a gyerekek, ugyanazok a gyerekek, akik egymás mellett ülnek, ugyanazokat a feladatokat egyszerre kapják meg. Nyilván el kell menteni és bezárni. Értékeléshez meg lehet adni, hogy hány százalékos ponthatárig írja, mit írjon ki a gyerekeknek, hogyha számmal értékelünk, akkor nyilván ilyen jeles, jó, közepes, és így tovább, de szavakkal is, tehát mondatokkal, dicsérettel is lehet értékelni, hogy nagyon ügyes voltál, vagy nézd meg még egyszer a videót, mert valamit nem jól figyeltél meg, és így tovább. A feladatlap lezárása után nyilván a szerkesztést be kell fejezni. Utána be lehet állítani, hogy a feladatlapot ki érje el. Itt vannak olyan lehetőségek, hogy regisztráljanak a gyerekek. Hogyha ki szeretnétek használni azt a lehetőséget, hogy csoportokat, tehát az osztályotokból csoportokat állíthattok össze, és nekik osztotok meg különböző feladatlapokat, akkor érdemes a gyerekeket megkérni arra, hogy regisztráljanak, illetve hogyha gyorsan szeretnétek elvégezni a tesztet, és olyan osztállyal, ahol akikkel nem találkoztok minden nap, vagy nem túl gyakran, akkor be lehet azt írni, hogy bárkinek a világon, illetve én ki szoktam venni azt a pipát, hogy névtelenül is ki lehet tölteni, mert már volt olyan eset, hogy egy helyettesítésnél több anonimuszom volt a feladatlap kitöltése után. Tehát, hogy adjanak meg nevet, lehetőleg olyat, ami utal rájuk a személyükre. És még nagyon jó dolog a Redmentában, hogy látjátok, hogy milyen bonyolult linkje van ennek a feladatlapnak, de lehet direkt címet is megadni. Itt a direkt cím beállításánál, hogyha például azt írom be, hogy majmozó DTH, és elmentem, akkor a gyerekek, amikor elindítják a redmenta.com-ot, megnyitják a telefonjukon, akkor van egy olyan menüpont, hogy direct link megadása, és akkor csak ennyit kell beírniuk, hogy majmozó DTH, és utána el is érik rögtön a feladatlapot, és elkezdhetik a kitöltést azután, hogy megadták a nevüket. Tovább is szerkeszthető a feladatlap, ha szeretnétek majd későbbiekben felhasználni, egy kicsit módosítva, lehet mappákba rendezni, beágyazni weblapokra, illetve nagyon jó dolog, hogy ki is lehet nyomtatni, és nagyon csinos feladatlap formájában ki lehet nyomtatni az elkészített feladatlapokat. Ha van kedvetek, akkor egy mobiltelefonon, hogyha megpróbáljátok beírni a redmenta.com oldalt, címet, és utána megadni a majmozó DTH direct linket, akkor kipróbálhatjátok, hogy hogy működik ennek a feladatlapnak az elvégzése. Szeretném kérdezni, már most nem látlak benneteket, hogy megosztottam a képernyőt, hogy van-e valamilyen kérdésetek a Redmentával kapcsolatban, visszamegyek és akkor látni fogom, illetve azt is fel tudom ajánlani, miközben készülöttem, megtaláltam egy ilyen nagyon részletes felhasználói kézikönyvet, ami letölthető a Református Pedagógiai Intézetnek az oldaláról, és ha szeretnétek, akkor nagyon szívesen megosztom ezt a hivatkozást. Minden egyes lépés nagyon részletesen kifejtette a kolléganő, aki elkészítette ezt a kis kézikönyvet. Visszajöttem, és ha esetleg van kérdésetek, akkor szívesen válaszolok rá. Rendben, már is megosztom a linket. Jó, rendben. Nem, a tanulóknak, hogyha az utolsó menüpontot jelölitek be a publikálásnál, akkor nem kell a gyerekeknek regisztrálni. Próbáljátok ki, mert azt írtam be ide a direct linkhez, hogy
beléptek az oldalra, megadjátok azt a direct linket, hogy majmozu.dth, és rögtön elindul az, hogy kitöltöd a feladatlapot, add meg a nevedet, és el is kezdheted a feladatlap kitöltését. Jó, akkor egy pillanatra átadom a szót Mónikának, jó, aki elmondja, hogy miért is, hogyan is lehet bevonni az eTwinning projektet a digitális téma hetes projektekbe, hogyan érdemes ezt elérni. Addig gyorsan megosztom a linket, és elindítom az eTwinning-es előadásunkat, hogy ha esetleg valaki nem ismerné a programot, akkor egy nagyon rövid összefoglalót szeretnénk róla adni. Köszönöm szépen! És én úgy gondolom, hogy a digitális témahetes projektek, illetve az eTwinning összekapcsolódása az valóban reális cél is lehet, illetve egy jó módszer is lehet ennek a hétnek a színesítésére. Egyrészt amiatt, amit én is itt a Majmozó projektben hoztam példaképpen, hogy mi is összekapcsolódtunk a domaszéki gyerekekkel. Tehát ez már egy valóban kipróbált lehetőség, és hogyha ezt úgy gondolom, hogy egy olyan partnerrel találkoztunk, aki megbízható, már pedig úgy gondolom, akkor érdemes ezt a projektet akár eTwinning keretben is, vagy már el is kezdeni, vagy pedig akár folytatni. Az eTwinningnek egy nagyon-nagyon pozitív oldala az éppen a rugalmasság. Az nincsen megkötve, hogy milyen hosszúságú projekteket kellene indítanunk, nincs kikötés, mint mondjuk a korábbi Comenius projekteknél, vagy most az Erasmus Plus projekteknél, hogy ez egy hosszú távú folyamatig tart. Ez lehet rövid távú, egészen rövid távú együttműködés, vagy akár több éven keresztül is dolgozhatunk együtt, ha egy valóban nagyon tág témát szeretnénk körüljárni, kifejteni. Aztán, hogyha már eTwinning adja magát az összekapcsolódás, a partnerkeresés, együtt sokkal könnyebben tudunk megoldást találni a problémákra, és hogyha még benne van egy ilyen plusz pozitívum, hogy nem csak mi dolgozhatjuk fel ugyanazt a témát, hanem a partnereink is, ugye több nézőpontból megvizsgálhatjuk ugyanazt a dolgot, és akár egy gazdagabb eredményre juthatunk, vagy kiegészíthetjük egymás tudását, akkor az megint csak a mi dolgunkat könnyíti meg. A gyerekeknek élvezetesebb lesz, a projekt viszont gazdagabb lesz, tehát emiatt is jó bekapcsolni az eTwinninget. Beszéltem itt a rugalmasságról, partnerek, akár magyar partnert, akár nemzetközi partnereinket is be lehet vonni a témába. Egyrészt ez függhet a témánk jellegétől is, másrészt pedig ugye már magyar-magyar partnerségek is léteznek az eTwinning programon belül, vagy nemzetközi téma, attól függ, hogy mind dolgozunk együtt. És hogyha több iskola is készül a digitális téma hétre, már pedig nagyon sok iskola készül, azt tudjuk idén is, akkor érdemes olyan projektbe is belekezdenünk, ahol több iskola működhet együtt. Ez lehet amiatt is, mert még valaki kezdő, most próbálja ki ezt az egész folyamatot, és esetleg bátorításra van szüksége, vagy pedig egy izgalmas kalandba szeretnének együtt belefogni. Tehát, hogyha mindezt, vagy akár csak egy-egy elemét szeretné valaki kipróbálni, akkor az eTwinning már egy alkalmas program, és erről szeretnénk néhány információt, tényleg csak az legalapvetőbb dolgokat elmesélni. Hallottok? Hát a miértekre Mónika megadta a válaszokat, hogy hogyan lehet a digitális témahétbeli projekteket összekötni eTwinning projektekkel, és akkor egy nagyon rövid összefoglalót szeretnénk adni még egyszer elmondom. Tehát, hogy az eTwinning tulajdonképpen Európa legnagyobb tanári közössége, ahol 2005 óta dolgoznak együtt különböző országbeli iskolák. A klasszikus eTwinningben két különböző, tehát legalább két különböző országban lévő iskola indíthatott együtt projektet, azonban mára már saját országbeli iskolák is, illetve oktatási intézmények is működhetnek együtt, tehát magyar-magyar együttműködés is lehetséges.
országon belüli együttműködés is, és ez adja a lehetőséget arra, hogy a digitális témahét beli projektet itt winning projektként kezeljük, vagy folytassuk, bővítsük ki. 2007 és 2013 között a program a Comenius programnak az egyik alprogramja volt, és 2014-től pedig az Erasmus Plus programnak az egyik alprogramja az It Winning program. Tehát az a lényege, hogy két európai ország legalább két intézménye között és az IKT eszközök segítségével jöjjön létre együttműködés. Mónika? Igen, hogy mik is a céljaink. Kati beszélt az előbb az együttműködésről, valóban, hogy tulajdonképpen már az is egy ilyen mini együttműködés, hogy mi ketten tartjuk ezt a prezentációt, és itt is együttműködünk, ahogy szoktunk. Viszont a program egyik célja, nagyon fontos célja, hogy az IKT technológiák, azaz az infokommunikációs technológiákat alkalmazzuk, ami, hogyha oda pillantunk a digitális témahét céljaira, akkor már megint lefedi ugyanezt, hiszen ott is éppen ugyanezt tűzik ki célul, hogy a gyerekek digitális kompetenciáját fejlesztjük. Nagyon fontos ugye nekünk, akik oktatási intézményben dolgozzunk, akár óvodában, akár iskolában, hogy pedagógiai értékű tevékenységet hozzunk létre egy tetszőlegesen választott témában. De a tetszőlegesen választott téma valóban bármely téma, ami nekünk az éppen aktuálisan az iskolában, óvodában foglalkoztató témáink egyike lehet, és ez már megint ugyanennek a programnak a rugalmasságát mutatja. Ha megnézzük a számokat, ugye Magyarországon 1609 regisztrált intézményről beszélhetünk, ez már lehet, hogy már több, mert esetleg már megint kedvet kapott valaki csatlakozni a programhoz, és ennél sokkal nagyobb számú résztvevőről van szó. Ennek az az oka, hogy egy intézmény, hogyha regisztrál, akkor akár onnan több pedagógus is természetesen részt vehet ebben a programban, regisztrálhat az eTwinningben. Egy nagyon nagy lehetőség, hiszen Európa 36 országából találhatunk partnereket projektünkhöz, és azt hiszem, hogy ezek a számok is már megint önmagukért beszélnek, ami már megint sokkal több, mint ami ott most látszik, mert egy folyamatosan bővülő adatbázisról beszélünk, nem csak adatbázisról, adatbázis abban az értelemben, hogy ahogy látható, rengeteg pedagógus, rengeteg projektpartner vár arra, hogy mi kapcsolódjunk és esetleg együttműködjünk a továbbiakban. Ez azt hiszem, hogy azért is nagyon jó dolog, hogy valóban így kinyílik az osztálytermünknek az ajtaja. Nem elszigetelten dolgozunk, hanem az iskola egy nemzetközi dimenzióba kerülhet bele, és ha azt nézzük, hogy nemzetközi partnerekkel dolgozhatunk együtt, vagy akár az országból partnerekkel, akkor már további jó lehetőséget nyújt a saját intézményünknek is, illetve a saját kis osztályunknak, csoportunknak. 2 évvel ezelőtt ünnepeltük az eTwinning programnak a 10. születésnapját, és az akkor meghirdetett kampányra készített néhány kis produktumot látjátok. Egy picit magam felé hajlik a kezem, mert itt az alsó kép az én tanítványaimat mutatja. Ebből a kis kampányból arra szeretnék utalni, hogy egyébként is különböző kampányok indulnak a programban, a hazai, tehát itthoni iskolák részére, ahol a gyerekek valamit alkotnak, és díjazásban részesülhetnek. Például az eTwinning 10. születésnapja alkalmából valamilyen kis képet kellett készíteni, montást, filmet, hasonlókat, és a 10. születésnapról jut eszembe, hogy a következő diához kapcsolódik, ha jól emlékszem, hogy az eTwinning Plus programmal kibővítettük az eTwinning programban résztvevő EU-s országoknak a számát, a szomszédos országokkal, 6 csatlakozó, tehát 6 országgal, akiket ott láthattok a dián, és ennek az eTwinning Plus programnak az 5. születésnapját ünnepeltük most. Hát innen jutott eszembe. Mónika? Így van, tehát látható, hogy ennek a programnak már komoly múltja van, akár az eTwinning programot nézem, akár az eTwinning Plus programot,
És hogyha arra gondolok, hogy akár nap mint nap, mondjuk, ha Itvinning Plus-ról beszélt az előbb Kati, akkor mondjuk tunéziai gyerekekkel is kapcsolatot létesíthetünk, vagy együtt gondolkodhatunk, dolgozhatunk, akkor már még egy plusz dolog is jön, persze ez a többi országgal is így van, hogy olyan színes kultúrát ismerhetünk meg ezzel a kapcsolattal, amit esetleg más úton, módon nem biztos, hogy felfedezhetnénk. Így pedig együtt tehetjük meg a gyerkőcökkel. Ugye az Itvinning Plus-ról beszélt az előbb Kati, és csak amíg a következő díja jön, addig én is személyes példát mondanék, hogy 2006 óta dolgozom az Itvinning programban, azóta készítünk projekteket, és azt gondolom, hogy én azt szoktam mondani, hogy ha ez nem lenne jó, azóta már biztos nem lennék itt. Mert pedig jó sok éve már benne dolgozok én is, azt hiszem, hogy nagyon sok új kalandot adott nekünk ez a dolog, és szerintem Katiéknak is egész biztosan. Most is tudom, hogy egy érdekes projekten dolgoznak. Az Erasmus Plus programról, hogyha beszélünk, az Erasmus Plus programnak az egyik alprogramja az Itvinning program. Ugye ez azt is jelenti, hogy brüsszeli központból indul ez az egész program, brüsszeli irányítású, és hogyha valaki próbálta már az Erasmus Plus programot, vagy majd a jövőben tervezi akár az intézményével, akkor mindig pozitív elbírálás alá esik, hogyha már részt vett Itvinning programban, vagy pedig aktív Itvinning programon dolgozik. Azt hiszem, hogy ez arra is nagyon jó, hogyha Erasmus Plus-os programot indítana valaki, projektet, akkor a már meglévő Itvinning partnerségeire is alapozhatja ugyanazt. Tulajdonképpen az Erasmus Plus program keretein belül megerősítik az Itvinning szerepe, és ez ennek is köszönhető, vagy ebből is következik, hogy az Itvinning felület interaktivitása, aktivitása is 2014 és 2020 között remélhetőleg tovább nő. Hát ebből már a 2014-2020-as szakaszból egy rész már el is telt, tehát már meg is állapíthatjuk, hogy erre az interaktivitásra szeretnék utalni, hogy jelen pillanatban épp a mobil telefonra készült Itvinning applikációt teszteljük. Jó. Az Itvinning programot a központi szolgáltatópont Brüsszelben található European Schoolnet koordinálja. Úgy látom, hogy ja, megijedtem hirtelen. Hát az oktatási hivatallal ők állnak közvetlen kapcsolatban, ők a nemzeti szolgáltatópont. Ugye az edukáció megszüntéig az edukáció látta el ezeket a feladatokat, és az edukáció megszűnte után pedig az oktatási hivatal vette át ezt a feladatkört. A nemzeti szolgáltatópontokkal az iskolák állnak kapcsolatban, és közöttük közvetítünk mi nagykövetek. Szívesen segítünk partnerkeresésben, tájékoztatásban, bármilyen kérdés, probléma megoldásában, ami felmerülhet egy Itvinning projekt elindítása vagy végrehajtása során. És akkor nézzük meg ennek a programnak a felületét, az internetes felületét. Én azt szoktam mondani, hogyha erről mesélek, hogy olyan, mint egy alma. Van héja, van húsa és van magja. Hogyha a külső héj, az ugye mindenkinek látható, ez az itvinning.net oldalon. Ez egy nyilvános portál, ahol információkat láthatunk magáról a programról. Akár egy inspirációt is nyerhetünk, hiszen különböző projektötleteket lehet megtekinteni. Minták között válogathatunk, és itt történik ezen a részen a regisztráció is. Amennyiben regisztráltunk, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, mert ebbre a programra valóban csak pedagógusok regisztrálhatnak, ez ellenőrzés alatt esik át, és utána, hogyha már elfogadták a mi regisztrációnkat, akkor kapjuk meg a mi személyes munkafelületünket, mondjuk ezt a középső részt. A portál egyébként a gyerekek számára is teljesen biztonságos, mivel valóban csak pedagógusok és csak diákok dolgozhatnak rajta. Hogyha mi regisztráltunk, akkor a személyes munkafelületünkön kialakíthatjuk a saját profilunkat, és itt történik meg tulajdonképpen egy partnerkeresés, vagy kapcsolatépítés, kommunikáció is. Létezik-e egy partnerkereső fórum,
ami, ahol akár mint egy kis apró hirdetés megírhatjuk a partnereinknek, vagy leendő partnereinknek, hogy milyen projekten szeretnénk dolgozni, és akkor ott kapcsolatba léphetünk, és majd együtt, hogyha már van jelentkező arra a projektre, amit indítani szeretnénk, akkor tulajdonképpen regisztrálhatjuk a mi projektünket is, és annak lesz egy úgynevezett testvértere. Testvértér, ahogy az e-twinning szóban is benne van egyrészt a twinning, vagyis a kapcsolat, illetve az e, az az elektronikus útra utal, ahol már csak azt látják, vagy azt, mi látjuk az információkat azokkal a gyerekekkel, azokkal a pedagógusokkal, akikkel a projektünkön dolgozunk, és azt mi dönthetjük el, hogy mit szeretnénk ebből nyilvánossá, publikussá tenni. Tehát ez megint egy biztonsági rész, egy fontos biztonsági pont ezen a portálon. És az a lényeg, hogy közös projekttermékeket hozzunk létre, azaz közösen építsük föl a mi kis projektünket, oldalunkat, közösen tölthetünk föl videókat, fotókat, híreket, van egy nagyon jó kis lehetőség, ahol a gyerekek is üzenhetnek egymásnak, kapcsolatba léphetnek, és így tovább. Tehát egy nagyon gazdag oldalt lehet létrehozni. Számtalan elérhetőségünk van. Látjátok a honlapunknak a címét, van saját magyar oldala is az e-twinningnek, nem csak a központi oldala. Elérhetők vagyunk a Facebookon, a Twitteren, keressetek minket és kövessetek minket. Várunk benneteket szeretettel. Így van. Így van, köszönjük szépen a Facebook csoportnak a megosztását is, a Redmentás Facebook csoportnak a megosztását. Kérdeztétek előzetesen, hogy a Hot Potatoes-zal hogy jön össze, hogyan lehet összehasonlítani a Redmentát. Én nem tudom erre a választ megadni, mert nem ismerem a Hot Potatoes. Tudom, hogy létezik ilyen feladatkészítő rendszer, de hogy nem tudom, hogy milyen lehetőségei vannak. Ezt a Redmentáról, mint feladatkészítő keretrendszerről tudok beszélni, és hogy a gyerekek a mobiltelefonon, mobiltelefonjukat szavazórendszerként használják, illetve hasonló alkalmazás a Szókratív, ha esetleg nem ismeritek. Igaz, hogy annak nincsen magyar változata, de nagyon egyszerűen ki lehet tapasztalni, hogy hogyan lehet benne a feladatokat elkészíteni, és ráadásul van egy benne egy olyan lehetőség, hogy a gyerekek névtelenül versenyezhetnek egymással, és csak azt látják, hogy a kis figurák hogyan haladnak előre a képernyőn, annak függvényében, hogy helyes választ adtak, és mennyi idő alatt adtak helyes választ a feladatlap kérdéseire, de egymásról a feladatlap kitöltésének befejezéséig nem tudják, hogy ki melyik színű kis állatka vagy figura az éppen kivetített képernyőn. Ezt interaktív táblán ki lehet vetíteni, és az én tanítványaim nagyon élvezik. Bocsánat, itt van még egy redmentás kérdés. Igen, hogyha névtelenül töltik ki a tesztet, és nem, és tehát, hogy nem regisztráltak, akkor a Redmentán keresztül a teszt befejezése után kapnak visszajelzést, illetve hogyha regisztráltak, akkor a regisztrációkor megadják az e-mail címüket, és az e-mail címükre úgy küldi el a rendszer a kitöltött feladatlap értékelését, hogy azt is látják, hogy mire adtak jó választ, melyik feladatra mi a helyes válasz, úgy, ahogy én is látom az értékelésnél. Merült még egy előzetes kérdés, az pedig az volt, hogy egy viszonylag jól felkészült csoportnak mégis mennyi előkészítési időbe telik, vagy időbe telik, hogy projektet kezdjen. Én azt gondolom, hogy ez nem, illetve nemzetközi projektet kezdjen, azt gondolom, hogy ehhez hozzátartozik egy előkészítési rész, arról is, amiről már beszéltünk itt közösen, hogy egyáltalán projektpartnert találjunk magunknak, ami egyébként az e-twinning segítségével nagyon gyorsan mehet.
Projektpartnert keressünk, aztán azt, hogy vele is tisztázzuk a témát, előkészítsük közösen, ez a pedagógus előkészítési szakasza vagy feladata. Utána a következő rész pedig az, amit már a diákjainkkal végzünk, az, hogy fontos, hogy tisztázzuk a projektünknek a céljait. Minél nagyobb gyerekekkel dolgozunk, annál könnyebben tudunk erről beszélni, tehát nem is az, hogy beszélni, hanem közösen is célokat meghatározhatunk. Nyilván egy óvis korú gyerekkel, vagy egy általános iskola első osztályos gyereknél, inkább a tanító az, aki meghatározza az előzetes célokat, viszont később nagyon is megéri őket is bevonni mindezekbe. Lehet tartani egy előzetes foglalkozást, akár ötletbőrzét, amire itt láttatok példát a majmozó projektnél, és utána egy jó kis előkészítési szakasz után azt gondolom, hogy már hozzá is lehet látni a projektünk megvalósításához. Van-e még kérdése bárkinek? Mi is nagyon, nagyon köszönjük a ránk szánt időtöket. Nagyon izgultunk egyébként. Köszönjük szépen. Köszönjük így szépen. Igaz, hogy ezt így tanúsíthatom szintén. Így a lehetőséget köszönjük is köszönjük, szépen. Hogy mi beszélhettünk itt ma nektek. Mi is nagyon szépen köszönjük, kedves kollégák, az előadást. Nagyon szuper volt mindkettőtöktől. Géza, várjuk akkor tőled szerintem a linket, a kollégák, hogy tudják jelezni a jelenlétet. Halló, halló, hallható vagyok? Igen. Igen. Remek, köszönöm szépen. Na, én is nagyon köszönöm a két előadónak a mai délután. Igazán tartalmas volt, és itt a visszajelzésekből is azt láttam, hogy más is így gondolja. Én már közben, amikor kicsit úgy éreztem, hogy lezárul, de aztán még jöttek a kérdések sorba, szóval egy kicsit korábban már megosztottam a formot, az itt jártam formot, de akkor most megteszem még egyszer a chatfalon. Gyorsan kimásolom a megfelelő helyről. És akkor frissen kint lesz az utolsó bejegyzésként. Remélem most látja minden résztvevő, és onnét meg tudja nyitni. Az egy jó visszaigazolás nekem, hogy 19-en már ki is töltötték. Úgyhogy köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltak. Két előadónak még egyszer, hogy ilyen tartalmas délután produkáltak így a DTH keretében. Ha még valaki nem csatlakozott volna intézményileg a digitális témahéthez, akkor érdemes tegye meg. Szervezzen programot, valósítson meg programot, mindenképp javaslom mindenki figyelmébe a Digitális Témahét Tanári Fórum Facebook csoportot. Ez egy nyilvánosan zárt csoport, be kell jelentkezni, mindenkinek a jelentkezését elfogadjuk. Ott rengeteg jó ötletet el lehet csípni, mi is szoktunk kitenni egyébként programajánlatot, amit cégek, partnerszervezetek ajánlanak, ezek közül is érdemes válogatni. És hát további szép délután, szép estét kívánok mindenkinek. Jó készülést a digitális témahétre. Részemről ennyi, viszontlátásra. Köszönjük szépen még egyszer. Köszönjük szépen.